Eddig soha nem látott mozgósítást terveznek szombatra. A kormánypártok az 1 millió találkozás napjának nevezett akcióban a Fidesz és a KDNP mintegy 50 ezer aktivistája személyesen buzdít majd választásra 1 millió embert. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta, szükség van olyan eszközökre, amelyekkel a békepárti magyar politikát a nemzetközi szintéren is képviselni tudja a kormány. Mi meddig tudunk kitartani, az összefügg azzal, hogy mi lesz a választás eredménye most vasárnap. Nekünk is fel kell tankolnunk, nekünk is kellenek politikai eszközök, amelyekkel a békepárti magyar politikát a nemzetközi szintéren tudjuk képviselni, fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta, a békepárti álláspont mögött a választópolgárok vannak aranyfedezetként. Aranyfedezetként a választópolgárok vannak. Ha nincs elegendő aranyfedezet a szavaink meg a tetteink mögött, akkor lehet látni, hogy gyengék vagyunk. Márpedig a háborúból való kimaradás kérdése erőkérdése. Az a cél, hogy tető alá hozzunk 1 millió találkozást. A kormánypártok napok óta azt hangsúlyozzák, hogy a vasárnapi választás előtt egy utolsó nagy erőfeszítés kell a mozgósításhoz. Ezért szombatra meghirdették az 1 millió találkozás napját. Szombati napon a mi mintegy 50 ezer aktivistánknak, a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt mintegy 50 ezer önkéntes aktivistájának személyesen kell választásra buzdítaniuk 1 millió embert. Szombat lesz az 1 millió találkozás napja, hogy vasárnap győzzünk. Erről már Menczer Tamás beszélt egy internetes videóban. A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette, 50 ezer aktivistájuk, valamint a párt politikusai mondják majd el mindenkinek, hogy létfontosságú választás előtt áll az ország. A valaha volt legnagyobb EP kampány hajrájában vagyunk, és ez a valaha volt legnagyobb mozgósítás. A szombat lesz az 1 millió találkozás napja, azért, hogy vasárnap mindenki ott legyen, aki békét akar. A mozgósítás mindig nagyon hangsúlyos volt minden kampány esetében. A kormánypártok élen járnak a mozgósításban, fogalmazott a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója az M1-en. Borosbánk Levente hozzátette, egy kampány végén az a legfontosabb, hogy a pártok a saját bázisukat meg tudják szólítani, és elvigyék őket a szavazó urnákhoz. Azért ilyen fontos szerintem a Fidesz-KDNP szempontjából a mozgósítás, mert a másik oldal magasra emelte a tétet, mégpedig a háború esetében a tétet, és hogyha arról beszélünk, hogy ez egy sorsfordító választás lehet, vagy lesz is, ezért mindenkinek el kell menni, aki az adott politikai oldalt támogatja. Az elemző szerint a kormánypártok kampánya tisztességes, mert tudják, hogy mit akarnak, és tudják, hogyan szólítsák meg a választókat.